Borsovai Reni legújabb dalai is felcsendültek szerdán este a Múzeum Caféban. A fiatal énekesnő a Kodolányi János Egyetem által szervezett Kodópen Art elnevezésű eseményen örvendeztette meg a fiatalokat. Az egyetem egykori hallgatója most tanárként tevékenykedik az intézményben. Orsovai Reni azt mondja, oktatóként a gyakorlati tudnivalók átadását tekinti legfontosabb feladatának. Nagyon fontos, hogy szeretnék olyanokat átadni, amiket mondjuk lehet, hogy egy általános iskolás énektanárnő még nem tud, vagy nem foglalkozik vele, ami a színpadon történik, ami azon kívül, hogy mit mondjuk mi van egy népzenében, vagy egy könnyűzenei darabban, mire kell figyelni, hogy azon felül még mi van, hogyan kell nem tudom viselni azt akár a kommenteket az interneten, hogyan kell megcsinálni egy hangbeállást, hogyan kell dalt szerezni, ilyesmi, tehát hogy nagyon-nagyon sokrét ez a dolog, és én szeretném az összes tudást, amit én fontosnak gondolok, azt átadni mindenkinek. Szintén a Kodolányin szerezte diplomáját Székesfehérvár alpolgármestere Mészáros Attila, aki kiemelte, fontos, hogy az egyetemi évek alatt élményekkel is gazdagodjanak a diákok. Széles a skálája a nyugodt beszélgetéstől a féktelen bulizásig, és azon, hogy abban az intézményben, ahol a művészet ilyen kiemelt, hiszen külön tanszék van a művészeti képzésre, ott azt gondolom, hogy fontos, hogy a volt Kodorány is művészetések, akik befutottak, ők egyfajta példaképként a mai tanhallgatóknak adjanak iránymutatást, az élményeikről beszéljenek. Az egyetem már többször rendezett zenei szakesteket, a szerdai esemény célja pedig az volt, hogy ezek ismét hagyománnyá váljanak. Kell az embernek sokat, a hallgatónak is kell sokat tanulnia, a fülét tréningeznie ahhoz, hogy aztán megfelelő módon tudjon választani. Ugyanúgy, mint most már nem a tabletás boroknak örülünk nagyon, hanem a nagyon jó minőségben elkészített boroknak, vagy a Fine Dining megjelent a Benke Laci bácsi vegetás palacsintája mellett. Tehát tudunk különbséget tenni különböző minőségek között. A zenében is én bízom benne, hogy ez egyre inkább általános lesz. A tervek szerint a Kodópen Art havonta kínál majd igényes zenei programokat a fehérváriaknak a Múzeum Caféban. Úgy gondoltam, hogy ezzel az új elszerveződő Kodolányival, és ugye a Hőkösökkel felvettük a kapcsolatot, illetve ők vették fel velünk, talán egy új kezdet lehet, hogy Fehérváron egy új dolog kialakulhat, ami már régen volt, és talán lehet olyan, mint régen volt. Ez mindenképpen jó lenne. Orsovai Reni koncertje után Slam Poetry következett, amelynek keretében székesfehérvári művészek léptek fel. Az estet a tanszék hallgatóinak közös örömzenélése zárta.